Igen, ez volt az. Hát ez elég gyorsan felbukkan. Jó, akkor még egy, csináljunk még egy ilyet. Muszáj fölkövennem a talápont amúgy? Jó. Tudja, hogy ez lesz a démon kurva. Van olyan szerencsém. Van olyan szerencsém. Semmi baj, egyáltalán nem szartam be, bazd meg. Dupla T. Ez volt az. Na várjál, de itt... Itt, srácok, aki ismeri ezt a játékot, itt most mindenképpen lesz egy démon? Ez minden egyes hulla fődolgozás után lesz itt egy démon, vagy ez most mi? Hogy kellett ezt berakni ide? Ez úgy néz ki, hogy itt elég sok ilyen van. Buzi, ne hívogassál. De például, hogyha ezt most megcsinálom, és hogyha meg vannak ezek a jelek, akkor bármelyik lehet. A háromból nekem kell kitalálnom, hogy melyik az. Aha. Jó, ide betolhatunk. Haha! Érdemes megnézni még a többi hullát is. Jó, végigvegyünk még ebben a szarra. Gondolom itt is. Várjál, ajtó becsukom. Hú, amúgy ez a játék most bekezdett rendesen, azt kell, hogy mondjam, hogy... Nem! Nem. Nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy kurvára nem hagytam úgy. Nem. Tudti, hogy nem hagytam úgy. Nem. A jó büdös kurva életben, hogy nem hagytam úgy, bassz meg. Hallott a buzi, geci? Curtis. Curtis! Jó, nincsen több ilyen szart, tolatunk. Oké? Okay. Tolatni jó. Tolatni mindig élvezet. Itt van a jár. És ezek, srácok, ezek jelek? Ezek jelek, hogy mondjuk kijön a hulla magától, kinéz, hogy kukucs, hogy hello, szia, itt vagyok, vagy valami, vagy ezek nem jelek? Ez a régenses szar. Ezt is belekön. Ez is jel? Aha. Úgy érzem, hogy Vikóc a szakértő ebbe ügybe. Szóval akkor ezt most itt el lehet dönteni, hogy Curtis lesz a démon? Vagy nem? Jó, akkor most. És Vikóca, mit jelentenek ezek a firka? Várj, most más firka birka van, bazd meg. Mit jelent ez? Végezzel el metszeret a nyaki, igen. Hogy még nem lehet tudni. És mik lesznek a fullos jelek? A fullos jelek. Elnézést kívánok, most magához kell érnem, oké? Okay? A gépbe utána kell nézni. Nagyon szépen bemetszettük itt a helyzetet. Mit kell? Artéria csipesz, így. Hozom a slágot, addig maradj így, oké? Okay? Semmi baj. Figyelj, kiszippantom belőled a lelket is, geci. Hol a faszom van a slág? Itt van-e. Ha firkák, ha kirajzolódnak, azt jelzi, hogy kezdesz meg... Hogyha kirajzolódnak, szóval... Aha. Szóval, amíg firka, addig jó. Nem? PvP cső. Nagyon szépen
Így, fú, de meg lett rakva. Azt kutya fáját. Nagyon szép, és bekapcsoljuk itt a nagy vizét. A Dyson hajszárítót. Figyelj! Vár! Jó, most bekapcsoljuk itt a vizét. Szivattyú. És most keményen lesz, hogy pontjuk itt a járny. Azt kell, hogy mondjam, hogy tisztem, hogy be vagyok szarva. Milyen itt volt a bácsi, akkor kurva jó volt, mert nem volt olyan beszarva, hogy élettem még, hogy csináltam, csak most ezen azért nem. Jó, na, úgy néz ki, hogy a vérben minden ide kiszivárok belőle, és már nem merek belőle lóthassa, köszönöm szépen. Na, megint a szippantot valamit, úristen! Kapcsoljuk ki. Igen, jó, most eltávolítjuk a csöveket, szia! Hogyan kell eltávolítani, Muti? Így, most bezárom. Hú, abba. Elkezdesz fájni a mesén, bacz meg. Jó, becsukjuk ezt a puncit. Öcsém, azért azt kell, hogy mondjam, hogy igaz ízé vagyok. Plasztikai sebész, bacz meg. Úgy eltávolítottam ezt a lyukat a nyakáról, hogy nem is látni, oké? Okay? Teljes mértékben. Nagyon jók vagyunk. Töltsön meg egy empty akármit, és kevíti fluida, majd trokár a hasülökbe. Jó, azt tudjuk, hogy mi a fasz, csak meg kell találni, hogy hol van. Na, azt mondja, van itt egy ilyen zsákunk. Ezt megtöltsük ezzel a sziruppal. Így-e. Megtöltöttük ezzel a sziruppal. Most megfogjuk ezt a nagy hasicsövet. Így, és most megszurkáljuk ezt a ribancot. Figyelj ide! Nagyon szépen bemetszen neked ezt a trutymókot. És most főtöltek itt ilyen anyaggal. Azt kell, hogy mondjam, föl lesz itt tőtre. Semmi baj, ezek a áramkiboradások, ezek tök normálisak, értek. És milyen időközönként kell, srácok, nézegetni ezt a papírt? Láttátok, hogy volt valami mozgás? Vagy csak már én képzelődök? There we go. Nyugodjál, bazd meg! Most ütöttelek meg! Ó, vagy mint a töltött pulyka. Mosaktam beléd alatt cuccok addig. Nyugodjál már. Keverj össze a tisztítószereket a fürdőszobai szekrényben, hogy a tank cleaner majd öntse a balzsamozó pumpába. Mi? Össze a tisztítószereket a fürdőszobai szekrényben, hogy tank cleaner majd öntse a balzsamozó pumpa. Ja, most ki kell takarítanunk ezt a szart. Kell vinnem magammal valamit, amivel tisztítom, vagy nem? Várjál. Volt van a cleanerem? Mindig legyen nálam, van egy. Valaki kinyitotta ajtót. Valaki kinyitotta ajtót, azt kell, hogy mondjam, hogy itt nagy ajtónyitások történtek. Semmi baj, nem én voltam. Itt valaki elfutott mögöttem, és elszaladt a hátra, nagyon jól tette. Te maradj itt, oké? Okay? Maradj így, ne csinálj semmit, mindjárt jövök. Csöcsöske. Oké, okay, ezt az ajtót bezárom. Ez így nagyon jó. Most el kell mennünk a fürdőszobába, és nem kell vinni munkat, semmit. Csak ezt a szart. Jó, ott Szent Szűz Mária figyel minket ott a nagy zén, azt... Ave Maria. Nem nézzünk a tükörbe. Jó, itt van ez a szar. Uti. Remélem kellett volna hoznom magammal ilyen valamit, akkor nagyon jó. Ja, itt van ez a Flow Creeder. Így van, ezt megtöltsük ezzel a szappannyal. Kiszappanyozom Marinak a seggit. Ki lesz tisztítva teljesen. Azt mondja, hogy tisztító alap. Így meg van töltve. Nagyon szép tolatunk. Tolatunk, semmi baj. Még a jány ott van, úgyhogy semmi baj nem történt. Úgyhogy még a jány ott van, az a legjobb, amikor itt van még. Ezt ajtót bezárjuk. Így-e? És most kitisztítsuk ezt a szart, mert telibent vérrel meg ganéja. Így-e? Beleöntsük a tartálytisztítót. Így, ezt gyorsan így kitisztítsuk, addig félre megyünk, hogy véletlenül, hogy főkeljen ez a kurva. Semmi baj. Elvégezzük a nagy tisztítást, és az első hullánk mindjárt kész van, azt kell, hogy mondjam. Ott van a falon a kereszt, oda nem mehet.
Jó, vége lett a programnak, itt a tisztító program lejárt. Úgyhogy most az van, hogy... Na, most kell megsimizni arcát. Lurkóz? Lurkóz? Encike? Jó, menjünk simizni, rendbe? Figyeljetek! Bárkit megsimogatok így, srácok, feküdjetek le. Mit játszottál, Enci? Szóval hidratáló párnácskával megsimizom a jányt. De... Elnézést kívánok, ki volt ez? Ki adott ki hangot egy hullák közötti helyen? Most komolyan, én nem fogom megsimizni. Én nem simizek. Inkább előveszem a faszom is. Érted? Érted. Másik szobába? Nem nézünk be a másik szobába. Jó, simizünk. Semmi baj. Nagyon csinosak leszünk. Ez gyors volt. Nagyon csinosak leszünk, azt kell, hogy mondjam. Ki van tisztítva, meg van tisztítva. Most ennyi? Mehetünk? Vigyessük? Tegye vissza a testet a hűtőházba. Na váltok, srácok, és most... Most akkor honnan tudjuk, hogy ez nem démon? Démonszki. He? Hogy kell ebből kilépni? Hogy kéne kimennidik? X? Jó, itt a éjszakai... Fú, mi volt a kód? Mi volt a kód? Emlékszik valakire? Valaki erre? Az nem tudom beszélni. Össze vagy a zavarod. Ez a játék, ez egy fasz. Jó, megnézem, mi volt a kód, oké? Semmi baj, megnézzük. Addig csak nem fog fölkelni ez a ribanc. 5-2... Na mindjárt várja. Ti? 8-2-5-8, majdnem. Majdnem testvérsz. Azt mondja, hogy 8-2-5-8. Enter. Na, éjszakai műszakos adatbázis. Oda nézzük, mik vannak itt. Ez az adatbázis a moho démonok előzésével, a démonok történetével és a kutatásom során talált eszközökkel kapcsolatos összes megállapításom gyűjteménye. Több évnyi utazás és a fennmaradt relikviák összerakása során összegyűjtöttem itt. A jobb felső sorokban található navigációs sáv a következő alfejezetekhez vezet. A démonok története, azonosítása, démoni bérlet, démonok jelképei, harc eszközei démonok erők ellen. Wow. Unlot, volt már, volt jumpscare. Hát nem tudom, milyen jumpscare. Én nekem az a baj, hogy ebben a játékban minden jumpscare. Minden is. DS3, Dance-et próbáltam no hitre, de elfáradtam most benne, menni akartam játszani, de most senki nem ér el. És nem sikerült no hitre kitáncolni a Dance-ört? A száműzetés útja. Balzsamozzátok be minden testet a szekrényből származó speciális régenssel. Oké, eddig megvan egy. A szekrényből származó bérlőcsíkok segítségével próbáld meg felfedni a démoni jeleket. Hasonlítsd össze a megtalált démoni szigiliákat a démonok nevével a Night Shift adatbázisban. Készítsd el a jelet a démon nevének megfelelően. Figyeljétek minden egyes testre a démoni tevékenység szempontjából. Figyeljetek arra, hogy a már bebalzsamozott holttesteket újra elő kell hozni, hogy újra megvizsgáljátok a micsoda! Helyezd el a jelet azon a testen, amelyről úgy gondolod, hogy démoni bérlője van. Démoni bérlője van neki, bazd meg. Az igen. A testet égesse el a relátorban, mielőtt a megszállók hatalmukba kerítenek. Mi volt ez? Na. Míg a démoni entitás nevének megismerése inkább a várakozásról szól, addig annak azonosítása, hogy melyik testben tapasztalhat a démoni bérmára, nagy figyelmet igényel. Bármelyik test manipulálható, az entitásnak sokkal könnyebb a saját testét irányítani. A hirtelen mozdulatok, legyenek azok nagyok vagy kicsik, a bérmálás jelei lehetnek. Ha egy test aktívabbnak tűnik, mint a többi, vagy furcsa jelek kezdenek megjelenni, az a démoni bérlet jele lehet. A démon azonban mindent megtesz, hogy illuzorikus maradjon, és ezeket a manipulációkat más testeken is megnyilváníthatja, ezért fontos megjegyezni, hogy melyik test tapasztalja ezeket az eseményeket. Minél több esemény kapcsolódik egy adott testhez, annál valószínűbb, hogy a kiválasztott edény. Jelek megjelenése a testen, hirtelen mozdulatok, nagy vagy kicsi.
mozgások ismétlődése, az egyik test aktívabb, mint a többi. Ez a ribanc már egyszer felült, oké? Ha egy démoni entitás van jelen az általa elfoglalt edényben, korábban nem megfigyelt jelek alakulhatnak ki. Ezek a kiszűréséhez fontos, hogy a testet többször is megvizsgáljuk. Aha! Szóval, ha van ilyen jel, ilyen nagy karmolás, ha értem, egy démoni lakta test hirtelen mozdulatokat mutathat, hát nekem nem mozogjon a test, mert agyfasz kapok. Vidinyó. Alright. This... Vidinyó is van. Yeah. This thing is huge. So, I guess, this is David. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Is. Fuck. Fuck! Most komolyan azt akarjátok tőlem, hogy én így szemtől szemben nézem a hullát 2 percig, hogy megmozdul? Most komolyan? Jó, ebben a ribanccal készen vagyunk. Azt kell, hogy mondjam. Hogy itt megtettük, amit meg lehetett. Úgyhogy most elindulunk, majd nézzük a mozdulatokat. Ugye egyszer fölült nekünk ez a kurva. Úgyhogy... És Curtis nem fogjuk kiszedni ahol a cuccból, mert ő meg magától kijött, érted? Jó, minden rendben van? Nem mozogsz? Vártok, mert... Kézen nincsenek jelek. Megfordítsuk a hátán. Jó, ez full tiszta ez a jár. Full tiszta, úgyhogy mehetünk. Mehetünk. Nagyon jó, ez most szépen ezt magamhoz veszem, meg ne mozduljál te kurva, mert olyan fordulatban kapsz egy olyan barackot a fejedre, hogy beszarsz. Amúgy azt kell, hogy mondjam. Hogy kell ezt megfogni ezt a szart? Azért... Próbálom mozgatni itt a nagy csecseket amúgy. Húj, hogy letyög a lába, bazd meg? Már ki van szippantva? Ki van szippantva teljesen ez a nő? Azért letyög így mindenfelé. Bazd meg, ez most, ez egy igazi guminő lett. Guminő, érted? Ezzel bármit tehetné. Összecsomagolod, ahova akarod. Na figyelj, beraklak most a hűtőbe. Hol volt a helyed neked? Itt ez volt a helyed, nem? Ez utolsó. Taraméza voltál. Így. Így, de? Beraklak téged ide a hűtőbe. Szépen. Nagyon szépen így főhelyen. Ez az-e. És mehetsz alukálni. Aludjál szépen. Na. Nem akarunk itt járom kivaradásokat. Szia. Curtis nem visszük ki most. A kurva anyját. Bassza meg. Úgyhogy visszük a másik delikvenst. Ki ez? Curtis, te itt maradsz? Sean Andrét. Andrét visszük. André! Ez egy férfi páciens lesz. Papír. Minden rendben? Faszom, vedd be. Szóval minden rendben van. Szellemgömbök, na. Szóval visszük Andrét. Megvizsgáljuk Andrét, hogy mekkora pénisszel rendelkezett André, mivel el is egy fiatal amúgy. Basz meg, ezek... Noni! Szóval itt ilyen tiszta fiatalok vannak. Azt kell, hogy mondjam, fú, azért itt vannak az úgy tényleg, mindenféle. André, olyat rát fogok verni, hogy beszarsz, basz meg, előkapom a baseball ütőt itt a seg... Várj, becsukok így mindent, mert aztán véletlenül itt előjönnek a... Így, Curtis ott maradsz, te kurva. Oké? Te lesz jó utolsó. Utolsó kész szájú. Na, szóval... Szépen behelyezzük ezt a delikvenst. Szivar, itt vagy testvérszem, Szivar? Szivar, aki nem bír magából, testvér, Szivar. Jó, behelyeztük ezt a bácsit. Látom, megnéztem a Discordomat, testvérem, mert láttam, hogy itt nagy üzenetek vannak. Megvan nekem az a játék, de nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Na. Szivar az. És most, hogy így felhoztuk Szivart testvérszünket, Szivar testvérszt, ezért kap egy jó nagy fasz... Vagy mi? Nem azt akartam mondani. Legyél moderátor, Szivar, mit szólsz hozzá? Szeretnél moderátor lenni amúgy? Úgy érzem, hogy nagyon megérdemlett. Testvérsz! Új, várj, mindjárt elveszem. Mi történt? Szivar hirtelen megnyomott minden gombot. Szivar, jelentkezz. Segítsünk? Holi, segíts Szivaron, légy szíves, mert szerintem hirtelen sok gomb így előjött és megnyomott mindent. Na, Szivarom, akkor moderátor lettél te is. Aztán majd egyeztetünk itt a izékkel, a szabályokkal. Hogy meddig lehetsz itt moderátor. Na, kezdjük meg operációt, srácok, ezt ajtót bezárjuk. Megnézzük ezt a papírt, hogy nincsenek itt ilyen veszélyes dolgok. Na figyúz ide, ennek hol a kezem az meg? Ja, itt van. Ez ilyen totál... Na, akkor föl kell venni a izét, a jegyzéket erről a csávóról. Az hol van? Kint van? Jó, kimegyünk ide a jegyzékért. Megnézzük, hogy mit kell itt csinálni? Hogyan kell kezdeni ezt, srácok? Már is felejtettem, bazd meg, pedig már egy hullán túl vagyunk. Egy hullászként túl vagyunk. Vágó... Ja! Na itt van! 35 éves, bazd, majdnem vagy, mint én. Kezdi is majd hullász kikertet. Hát miben haltam? Várd... Semmi baj. Szóval, 35 éves, mi történik velem? Mi volt ez az izé, reszketés? Szóval, Sean André. Megnézzük a jeleket itt a kezén. Minden. Kezdjük a fejénél, oké? Okay? Az a legveszélyesebb pillanat. Elfordít le most jobbra a fejed. André, testvérsz, semmi jel. Nagyon szép, nagyon jó. 35 évesen kimurdálni, az még nem tudom, mi a fasz történhetett. Öcsém, azért még a faszokat állnak keménybe. Azok megvannak, van itt ilyen csíkozódás. El is heves szexuális tevékenységeket folytatott ez a André. Megforgassuk a töstjét neki-e, a hátul az tiszta, nagyon jó. Hogy nézzük a másik oldalt, hogy mi történik, mi ez a csöcs fölötti jel? Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy most itt fölöttem ez az ajtó, ez így be volt csukva. Mert előbb becsuktam, nem? Hát ne viccelj, én köszönöm itt a rengeteg minden, és hogy mindig itt vagy, Szivar. Úgyhogy nagyon szépen köszi. Gondolkoztam én már ezen régóta. Most, hogy nincs Nikolett, az úgyis kellett egy új moderátor. De majd meglássuk. Lehet, hogy a VIP közül is fog törődni, lehet, hogy a moderátor közül is fog törődni, most nem tudom. Majd elgondolkozom. De most jelenleg így vagyunk. Na! Meg kell nézni a lófaszt. Lófaszt. Nem nézzünk oda be. A sötétbe. Ezt visszacsukjuk ide a getibe. Így-e. Szia. Na. Azt mondja, hogy akkor enyhe kopás. Kopás. Mit néztünk most? Kezén, muti, vannak jelek, forgatás. Nagyon szép. Persze, ha csak akarsz moderátor lenni, mert nem kötelező, Szivar, mert meg se kérdeztelek, szóval, ha nem akarsz, akkor nyugodtan szólja, és akkor visszaadom a VIP-t. Szóval nem kötelező moderátornak lenni, mert azért ez több felelősség. Vagy csak nyugodtan élvezni szeretnéd itt a minden létet, és akkor ugyanúgy. Próbáljuk meg, rendbe. Nagyon jó. Amúgy ennek van eddig a legnormálisabb lábújai szerintem. A előző járnak nagyon hosszú lábújai voltak. Azt kell, hogy mondjam.
Megnézzük a jobb lábat is. Úristen, szét van karma. Itt is van. Meg vagyunk? Azt kell, hogy mondjam. Igen, mindent följegyeztünk. Elmegyünk a számítógépbe. Betitkárnősködöm itt a dolgokat. Ezt itt visszakapcsoljuk. Hogy volt ez? Visszaváltás X, yes. Felvétel. Ez volt ez a méza. Szóval, ez Stól András. Név. Igen, azt mondja, kor, 35 évesen elhunyt. A fején nem volt semmi, de a jobb vállán enyhe kopások voltak. És a bal vállán kontúzió a bal vállon, oda nézi. Azt mondja, hogy hol van ez? Itt van. És a jobb lábon viszont enyhe kopások történtek. Hát túl sokat karmóta a nyő. Mindig a legnagyobb trollok lesztek. Hát amúgy ez a baj, és ezért gondolkozok itt a nagy váltásokba, srácok. Megnézzük. Megnézzük, és én figyelek folyamatosan. Nem saját, hát ki tudja, lehet saját magának is karmolta a lábát. Szerintem ez, én úgy vettem észre, hogy itt heves szexuális tevékenységek folytak. És a nénye a 69-es pozícióba. Már érted, már nem tudsz mit csinálni. Kemény, hevesen megkarmolta a lábát neki. Láb. Azt mondja, a bal láb, kontúzió, vagy mi a fasz? Így, né, és akkor meg is vagyunk. Kinyomtassuk itt a cuccot, nagyon szépen. Jöjjön ki a papíros, és lehet, hogy körbe kéne futnunk magunkat ezzel az izével, nem? Jelle. Te is meg szoktad karmolászni a lábodban? Úristen, te pervez állat. Bebalzsamozási jelentés, na, most úgyis be kell vennünk a sötétbe. Oké, valaki buli van. Megy a dubstep keményen, srácok, nyomassák! What the fuck? Hát mi a geszi az a sötét? Basz meg, ha be nem megyek oda. Most be kell mennem a sötétbe mindenki. Na, abba hagyta ez a geci. Jó, most mondjátok meg őszintén, oké? Őszintén mondjátok meg nekem, hogy oda tényleg be kell menni a sötétbe, teljesen sötétbe, teljesen minden nélkül sötétbe? Hol a faszomba van ez? Nem lesz baj, persze. Persze, hát ez de 4 punci, akkor könnyű beszélni. Hát kíváncsi lennék rátok, itten egyedül bazd meg a hullák között, érted? A hullák között itt nyomatnál itt a mindenséget. Dörömbülnek, dubstep megy. Faszom tudja, lekapcsolódik a villany, kinyitódik a ajtó, kijön a holtes magától. Jó, hogy nem állok lábra, bazd meg. Érted? És megyél be a sötétben, ne legyél punci. Üzeneteket, hogy kapsz a cseten, geci. Hát beszarok. Semmi baj. Persze, menjünk be a sötétbe. Mi történhet? Valaki lekapcsolta a villanyt. Hallotta, buzi? Maradjál itt, ne menj sehova, oké? Mindjárt érkezem. Mindjárt érkezem. Szevasz a szuke! Fáradt kéget adja. A testem szomorú, fáradt, lázban ég. Hozzád bújok. Nem hozzád, bazd meg, nem. Azért még ott nem tartunk, te disznó. Jó, menjünk a sötétbe. Hello? Semmi baj. Hip hop, jön puk. Nagyon szép. Most menjünk drótozni. Drótos tót. Nagyon szép lassú mozgások. Figyeljetek, hogy ez nem kezd el füstölődni, akkor rendben vagyunk, nem? Jó, nincsen semmi füstölködés. És ez így tökéletes FPS mód a játéknak, azt kell, hogy mondjam. Mert így a fé területet... Most kitakarom. Jó, még ott van az a bácsi, ott van, úgyhogy nem ment sehova, úgyhogy ez nagyon jó jel.
És ezt szépen visszacsukjuk. Így valaki ott, itt nagy dörömbölése volt. Come over here! Rebecca! Rebecca! Elnézést kivárok, te ki a faszom vagy? Why aren't you coming? Ha menjen hozzád a... akinek két fasza van, te büdös geci. Nem tudom becsukni, bazd meg. Why aren't you coming? Hát miért nem megyek? Ha már egy fekete fasz vagy, a piros szemekkel. Hát... jó, Rebecca. Akkor... jó, oda megyek, de Rebecca-t a buzik. Vigyázzál, mert papír van nálom. Nem félek használni. Bám, csibéri, pipu. Megcsíplek, bodri, a kurva anyád. Csinálj ma valamit. Come over here. De fasz. Nem úgy csak szemmel vagyok tartva, be is lettem zárva. Oké? Okay. Srácok, mi a fasznak jöttünk be ide? Simán izé, durogtathattam volna ott a csávót. Így nyitottam volna ki. Meg minden ilyesmi. Öcsém! Na azok csöcsök, bassz meg. Hát ilyen. Figyelj, ha tudtam volna, hogy ilyen vár, nekitolattam. Nekitolattam seggel. Értitek? Neki tolattam. Beraktam a rükvercet, és neki tolattam ott a hegyke csöcsöknek, és észre se vettem. Tara. Mi? Tereza. Mi? Ez az, akit először megboncoltam? Dehogy is ez nem az. Vagy igen? Vigyázzok. Mi? Most mit csináljak? Hello. Hello. What the fuck? Tudtam, hogy ez lesz mégis, mert csak hisztem, gyenge vagyok. Na jó, álljon meg egy pillanatra itt a menet. Sasuke, nagyon szépen köszi a 100 sírt testvérsz. Köszi, ez most így jól esett, így most ez most azért oda tetted így a íra a pontot. Hú, de beszartam, geci. Hát, hogy megijedtem most. Na, akkor azt mondjátok, hogy ez Tereza? Égessem el, kurvát. Hallott a büdös kurva, mit ijeszgete? Mit ijeszgete, te bibasz? Várjál. De itt fekszik bent. Nyugodtan. Talszik. Alukál Tereza. Semmi baja. Csak képzelődtem. Tuti. Csíjjebbi mi lesz, bazd meg, fagyi? Jó, vissza nekik a hűtőbe, nem kell nekünk. Tudom, még lehet ő? De bazd meg, ez most egy nehéz döntés. Fú, amúgy most nagyon beszartam. Most nagyon beszartam, azt kell, hogy mondjam nektek. Jó, a bácsink itt van. A 35 éves bácsi, semmi baj. Folytassuk a műtétet, nyugodjál meg, oké? Okay? Semmi probléma. De még nem találtam meg, csak kettő ilyen szart találtam meg a négyből. Ez az. Még kell táblánk. Táblánsz ki. De nem akar elégni sehol ez a szar. Fú, bazd meg srácok, ez. Na várj, de és akkor most ez fix, hogy ez csaj? Most fix, hogy a csajról van szó?
szakértőket keresek most itt. Na vártak, én addig dolgozok. Azt mondja, hogy drótozzuk be... állkapocsi drótozásért. Mi ez? Mi ez a hang? Ha megint faszomat. Sreszk, ezt halljátok? Mi ez a hang? Ez a ez mi a fasz? Ez mi? Én beszarok. Jó, ilyenkor szokott történni valami, amikor izé, elmegy a áram, nem? Ilyenkor vannak problémák. Elég sok íródik a csajnak a számlájára? Ugye ide berátom, most picit befogom a szád, oké? Okay? Picit itt bedurran csak itt a ínyeket, meg minden szar. Egy kis öltés kapsz, semmi baj, ez már nem fáj. Ez már nem fáj, nyugodjunk meg. Oké? Okay? Kapsz egy pár cérnát. Kapsz egy pár cérnát ide a szádba. Hogy már ne tudjál itt mozogni, mint Terezánk. Oké? Okay? Itt is van. Szóval Tereza nagyon-nagyon nagy kurva. Úgyhogy most ilyen szemes geci kell nekünk, nem? Szemes geci. Tudom fejből ma mit kell csinálni, bazd meg. Szemes geci kell nekünk. Így van, hogy a szemhéját itt lefedjük szépen. Kinyissuk itt a szemeicskédet. Ráhelyezzük ezt a szart. Be is csukluk. Be is csukluk nagyon szépen. Szígy ki a vérem. Na, mit kell tovább csinálni? Azt mondja, hogy megint össze kell keverni ezeket a szarokat. Azt mondja, kell nekünk egy ilyen fos. Ez kell nekünk humektas, azaz. Humektas. Nagyon szépen. Így né. Gluglu. Kell nekünk gluglu. Így né. Azt mondja, hogy van metanolunk és forma helyi csibilé. Itt volt ez a szar. Nagyon szép. Úristen, de... Papa, megyek, mint a gép. Itt fog dolgozni. Érted? Mi a fasz? Mi a fasz volt ott? Passz meg! A kis szatírok. A kis szatírok a gezi sarokba ott nézett valami fehér fejű fasz. Fú, a gyomrom ki van, bazd meg. Ki van a gyomrom? Ki? Jó, mit akartam? Form... A kis barna szekrényből a lé. Barna szekrény? Ja, tényleg. De az a régens. Mikóca, összekevered itt a izét, sorrendet. Megy le az agykapacitásom? Linkeltet? Persze, bácsán, de viccel, nyugodtan nyomasd. Nyugodtan! Szóval, a régenst is belebasszuk, de még az a forma geci az hiányzik nekünk. Melyik volt az? Az a forma heki csibilip. Ez volt ez? Ez az. Mi történik ebben a játékban? Nem tudok végigcsinálni egy hullát normálisan, bazd meg. Oké. Okay. Hello. Megőrültem, most lesz para. Hát srácok, ez nagyon jó hallani, azt kell, hogy mondd. Ezért szippantok egyet, mielőtt fölveszem ezt a telefont. Halló, jó estét kívánok! Madárlakás. Skywalker Lajos hív minket telefonod. Jó. Amúgy baszd, még az annyira nem is para. Még attól én nem is parázok, hogy most ott van egy hulla. És nyitom fő, nyomkodom, porszívózom ki őtet, meg töltöm meg, mint a izé pulykát, érted? Ilyenekkel, ez nekem nem is para. Én még ezt élvezem is, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy most lehet, hogy olyan munkát találtam magamnak, amit még lehet élveznék is. Csak itt az a probléma,
hogy most meg, hogy itt főkelnek a hullák? Ami valószínűleg való életben nem. De itt azért ez itt elég bora. I'm missing something. Valami hiányzik? Mi? Kulcs? Kulcs, 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 kulcs. Valami hiányzik. Mi a fasz? Bazd meg, már mindenhol piros szemeket látok, bazd meg. Hullacsöcsörész és közben, hogyha átélnék ilyet élőbe? Amúgy... Bazd meg, nincs itt arkangyal? Jelöljétek már meg Arkit. Hát, de bazd meg, Arki nem mesélhet erről, mert mondta nekem. Mert Arki ebbe dolgozik. Kérdeztem tőle ezeket a dolgokat, de azt mondta, nem mesélhet én erről, mert titoktartás, minden fasz. Heroin készlet az én készletem, Dick. Ón is csomagó izébe. Mi ez? Retikülbe, vagy mi a faszom ez? Heroin készlet, geci. Jó, hát nagy heroinokat magunkkal vittük, nagyon szépen. Heroin, 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 csavarap. Nincs a csötöt? Jó napot kívánok! Árvíz, árvíz keletkezett a lakásomba, jó napot kívánok! És szeretném módosítani a bejelentést, és egy hulla is van, aki a vízből kibászott. Főbukfencerezett. Ez ki a faszom? Ez az a csávó, aki ott fekszik az én? A asztalomon? Biztos csak alszik, persze. Hogy a picsában elaludna. Hát ez egy olyan játék, nem? You did this to me. Aha, it's igen, alszik. Mari! Nem értem ezeket a papírgeciket. Jó, most eléggé befostam. Most eléggé befostam, és nem engedik, hogy bazd meg a kibaszott csávót megcsináljam, érted? Hát most... Fú, de beszartam. Most kell porszívóznom, nem? Azaz. A nyaki meccés végzünk, meg minden ilyesmi. Megyünk porszívózni, geci. Azaz. Szépen ezt itt visszük. Ollót is visszük. Így, e? És csöveket. Visszük a csöveket és geci, hát én már igazi Dr. Masturbátor Zoltán vagyok. Azt kell, hogy mondjam. Szóval, most megvégezzük itt. Nincsenek jelek rajtad kezeden? De nem voltak ilyen démoni jelek a kurván. Lehet vissza kéne hozni Terezát, nem? Megnézni van. Ha, megint baj van. Ilyenkor mi történik, amikor elszédülök? Mindjárt kimegyünk, megnézzük. Csak most dolgozni akarok már. Úgy csináltuk. Na, csak... What? Nem hagynak dolgozni, bazd meg. Csak... I'm missing something. Izé, tudom, artéria csipet itt benyomjuk, a PC, a PVC csöveket magadba szíj, és most kiszippantsuk, hogy hívták, Stól András, nem? Nézzük meg még egyszer Terezát. Jó, akkor azt fogjuk csinálni, hogy ezt most leszippantom. Kiszippantom belőle a maradék szart is, és ezt elmegyünk Terezáért majd. Jó, készüljetek. Bajok lesznek. Ez bazd meg, ebben elég sok vér volt ebben a csávóban. Eddig a járnyokban nem volt ennyi anyag. Azt kell, hogy mondjam. Jó, még tudjátok, hogy még egy kicsit búg az érni, hogy kiszívja a maradékba. Nagyon jó. Most, az a baj. Mi volt ez a hang? Jó, most az a baj, hogy ezt ki kell tisztítanunk, ezt a szart. Érted? Ki kell tisztítani ezt a szart. Heh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 
Elnézésedet kívánom! Azaz, srácok, dobjátok be a kereszteket most abban a pillanatban nagyon gyorsan. De hogy is volt nyitva? Nézd meg, álló fassa itt áll ez a geci, vagyis fekszik, érted? És mutogat nekem arra, hogy menjek ha... Azt akarja, hogy álljak elé, és a mutató ujjából tolassak belé. Ha-ha! És meg rímelt is, geci, beszarok. Szóval, nem fogsz, nekem főnyúlni, te kurva. Most már itt a hulla merev állapotodba nem fogsz itt élvezkedni rajtam, te disztó! Oké? Szerinted menjek oda, ahova mutat? Eddig hogy kicsavarodott, bassz meg. Ez megint nagy sötétek vannak. Jó, és akkor most... Na vártok, most a szakértőket kérdezném. Ez most egy jel? Vagy ez alapból van ilyen a játékban, hogy ezt muszáj ilyen mindig akár most megcsinálják? Jó, megyünk a sötétbe. Mi fog történni itt a sötét? La 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 la. Te is félsz, Butcher? Tényleg én is. Szerintem Tereza megint élőset játszik velünk. Ő azt hiszi, hogy életben van, és most itt szerintem mozog. Ez végtelen legyenes, vagy most meg kéne fordulni szerintetek? Szexuálisan. Köszönöm, szivarak Pippen. Jó, szerintem fordulj meg, mit szóltak. Hello! Jó napot kívánok! Tisztelettel, hölgyem, azt szeretném mondani neked, hogy amúgy még nem is nézel ki ilyen rosszul holtan se, de én nem akarok semmit, én csak dolgozni jöttem. Szeretném megtudni a neved. Mert induljak-e visszafelé? Biztos? Nem tudok, már mögöttem megint van valami. Idáig tudtam jönni, valami folyik. Szóval csak szeretném megtudni a nevet, hogy hogy hínak, hogy elégedhesselek a gecibe, és hogy te is nyugóra térjéred be. Ugye ide te a kurva élvezett, te csúnya vagy, bazd meg. A faszom. Nem nézzük oda, bazd meg. Jó, most mi van? Hello? Testemet látom. Sászok, mi a fasz van? Fú, bazd meg, ez olyan szinten fog összeszaradni, hogy kiugrik belőlem a szar is. De nem tudom használni. Azt mondja, drop. Nem akarom eldroppolni. Hiha, itt már nagy körök vannak. Srácok, mondjatok már valamit, hogy mi van! Nem tudom, hogy merre menjek, hát vak sötétben vagyok. Tényleg, Alex? Komolyan? Tényleg? Azt mondod, hogy nem látok semmit, ez most komoly? Hát nem tudok, fuss. Hát de hova? Hát nem látok se... Hang felé?
Szerintem most melyek el a hangoktól, nem? Jó, most talán hangosabbak a hangok. Nem lehet, hogy bebagolt nekem a dolog? Jó, most egyre hangosabb. Semmi nem történik, srácok. Ott valamit elbasztam. Oh, itt nem lesz semmi. De akkor mit kell csinálnom, srácok? Azt mondjátok. Vagy elindulnék, de nem látok semmit. Semmit. Vagy azt sem, hogy merre futok. Ja. Ja, hogy gyufáslapozit ki lehet venni. Ha-ha! Jó, itt nem tudom használni. Akkor hol máshol tudnám használni a gyufáslapozit, mint a sötétben, nem? Na de akkor most mi van? Segítsetek már. Bebogulsz? Hát én forognék, Viki, de annyit látok, mint ti. Szóval nem tudom, hogy már hova forogtam el. Szóval ennyit látok én is, amit ti. És semmi más. Maximum, hogyha fölrakok a gammán, mindjárt megnézzük. Sem erre nem látunk. Most belementem a falba, vagy mi a fasz? Szerintem bebagoltam, srácok. Mit szóltok hozzá? Szerintem tudod, hogy a bebagolt. Megyünk a sötétségbe, valamire nekiütközünk. Hogy ez bug, ne basszatok föl. Hát én beszarok. Ajaj, és akkor most így ennek kilépek, akkor ennek egész történetek annyi. Ja, hogy kérdés? Azt én nem tudom, hát kilépünk, aztán meglássuk. Bár azt mondta, hogy van automatikus mentés. Nicolettus, szia! Igen, mondtam, hogy nem fogok ezzel játszani. És mit ad Isten, ezt a játékot is bebagoltattam, mint a többit. Úgyhogy igen, előfordulnak ilyen dolgok. Azt mondja, hogy kilép. Hajaj! Hát reménykedjük abba, hogy volt mentés, srácok, mert a faszomnak se lenne kedve újra kezdeni.
Ha a játék lejátszás után abnormális eseményeket tapasztalsz, otthonod körül vagy hirtelen változásokat tapasztalsz magad vagy szeretteid viselkedésében, azonnal forduljon a helyi egyházhoz és a paranormális nyomozókhoz. Az igen. Nagyon jó. Szóval hívjátok a Ghostbusters-t. De hogy is valós? Hogy a picsával lenne már valós? Folytatás! Folytatás! Na nézzük! Basz meg! Csúrog rólam a víz, geci! Csúrog! Na, itt van a bácsi! Haha! De hol volt mentés, basz meg? Lássátok, hol volt mentés a gecibe? A gecibe. És végig kell csinálni megint egész szart. Baszomat. Pedig meg voltunk a szivatáson is. A szivat... Miért van itt ilyen sötét a gecibe, basz meg? Jó, megpróbáljuk még egyszer... Megpróbáljuk még egyszer elvinni odáig, srácok. Hogy... hogy akció legyen, ugyaneddig a scriptig, és az, hogyha baj lesz... Hogyha nem fogunk tovább menni, akkor nem fogunk tovább, akkor ezzel most mit csináljuk. Mindig beszopjuk. Ki lehet jutni a feketeségből? Na, kipróbáljuk. Gyorsan megcsináljuk ezt a testet, itt most lesznek akciók, közben nem. De mi történt ebben a testivedig? Elnézést. Mi történt itt a testhez? Bekenték ütet. Nicolette, szia! Itt valami képi problémák. Szerintem itt valami képi problémák is vannak amúgy. Lássátok a testét milyen? Itt világít, bazd meg. Szerintem újraindítom egészet, oké? Okay? Egy pillanat. Újraindítsuk a játékot teljesen. Teljesen, mert úgy szerintem ez full kapta amúgy. Úgyhogy gyorsan újraindítsuk egész szisztematikát. Kilépek meg minden ilyesmi. Bazd meg, de amúgy kurva érdekes játék. Kurva érdekes játék, és tényleg annyira kíváncsi lennék, hogy most mi lesz tovább is, hogy meget találjuk. Nagy... De kiléptem, te fasz. Tényleg nagyon érdekes játék, nagyon tetszik. Nagyon tetszik a helyzi-mejzi. Várjátok, addig elindítom itt a zenét, hogy legyünk szárazon, érted? Ja, bagos? Na, bazd meg. Még kilépt is a bírok, mert a hülye felirat vagy. Mi az, hogy Bodies Embalmed? Egy. Na gyorsan újraindítom a gémet, srácok, mindjárt menjünk neki. Azt mondja, hogy Mortory asszisztancia. Remélem túl fogunk tudni jutni ezen a bagon. Mert tényleg érdekel, annyira... Ilyen horror játék amúgy tényleg régen érdekel. De ki ez a ribanc? Ki? Ez a szemes. Ez a szemes picsa. Bam, 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 bam. Na nézzük. Hát remélem jó lesz. Nicolette, köszöntöm neked amúgy, szia, hello. Aztán köszöntöm. Ez aztán nagy zene volt. Most már tényleg kíváncsi vagyok. És akkor ezt jól értem, hogy ezt többször ki lehet vinni ezt a dolgot, srácok? Hát mi mindig ilyen a teste? Hát le van baszva. Amíg megy a játék, addig semmi baj. Addig semmi baj! Na, kinyissuk ezt a szart, magunkkal visszük. Ma fejből tudjuk, hogy mi van. Na, azt mondja, hogy... Többször is ki...
többször ki kell vinni. Aha, hogy ki kell vinni többször, értem. Jó, számítógépben most így, ilyenkor nem vagyunk bejelentkezve? Dehogy nem. Oké, akkor kezdjük a legelejétől. Most itt a helyzet négy sérülése van a Mr. Andersonnak, Stól Andrásunknak. Szóval itt megtekergesszük a... Picit vannak itt ilyen képi hibák, fogalmam sincs, hogy ez most mi a faszért van, de nem baj. A lényeg az, hogy üssünk tovább azon a részen. Akkor nagyon jó lesz, jó? A feje nagyon jó, akkor ez a bácsi fog nekünk mutogatni, majd ha menjünk be ide a helyzibe. Itt van itt egy csíkozódás nekie. Szépen itt ezt a cigi nyomatot is megbejelüljük. Azt hiszem a lábán van még, hogy itt igen, nagyon szépen. Ja, tényleg, bazd meg! Sasuke, király vagy. Bazd meg, tényleg a fényerő, geci. Úristen! Nézd meg, a csávó igen tud. A csávó! Köszi! Köszi, hogy gondolkoztok helyettem, bazd meg. De így nagyon sötét lett. Ez tiszta jó volt, hogy láttam. Na várj, ezt visszarakom valameddig. Haha! Világos van. Tök jó. Na, akkor azt mondja, hogy itt a bácsi lábán még voltak itt ilyen csíkok, és meg vagyunk most itt el magunknak. Úgyhogy a számítógépbe bevisztük itt a adatokat, felvétel. Ugye első kliensünk az Tereza volt, Tereza Méza, ez meg Stól András, aki 35 éves korában elhunyt szexuális szolgáltatások által. Sajnos túlságosan beleírta magát a vad szexbe, és ezért meghalt. Elevál kontúzió. Így van, hol a faszomba van? Itt. Jobb láb enyhe kopás. Hát ma én lábam is van már egy enyhe kopás. Bal láb kontúzió. Így. Micsi piripi. Jaszkar. Láb. Yes. Így. Micsi csibiri. Ja, beírta. Okay. Csikizd meg a talpát. Amúgy attól én is megzavarodok. Utálom, hogy valaki megcsikizi a lábamot, mert akkor az nagyon... Én olyan vagyok, hogy valaki pofon is rúgok abban a pillanatban. Én nekem az egy kurva érzékeny pont amúgy. Na, beírtuk a nyugodjál meg. Beírtuk a helyzetet, megfogjuk ezt a papírt. Jó, van nálunk ilyen szar, ugye. Nagyon jó, akkor most ezt a papírt. Ah, kur! Láttátok? Hello. Láttátok, amit én láttam? Ne basszatok, főklippeljétek a gecibe. Ott állt az a fehér geci puttony. Ott a sarokba. Ott állt a sarokba. És kukocskát. Itt te. Nem kérte, hogy... Ott van, Corpsemaker, Corpsemaker nyomatta. Itt állt ez a büdös geci. Innen leselkedett, bazd meg. A... Semmi baj. Visszük a cuccot. Kíváncsi vagyok, hogy a előző végigjátszásban ott le volt ez a csávó, csak nem vettem észre. Valószínűleg. Így. Beraktuk a balzsamozsási... Balzsamozsási... Zsemzsibzsi... Persze nincs ott semmi, mi? Persze. Faszom. Faszom sincs ott. Jó, itt a bácsi nem ment sehova. Szóval akkor majd jön ez a script egy idő után, hogy a csávó majd elkezd mutogatni arra, hogy menjünk be. És akkor ott nem szó, inkább nézni fogom egyenesen a embert, hogy... Most vártok, akkor most mondjátok, hogy menjünk neki Marinak egyenesen, vagy forduljunk meg és tolassunk, hogy merre menjünk ott. Hogy nehogy bebagultassam megint a játékot. Hogy ne legyen megint. Mit kell csinálni? Menjünk neki, vagy mi legyen? Várjátok, megkezdjük itt a műtétet. Azt mondja, hogy ugye be kell peckelni a száját ennek a buzinak, hogy nehogy megszólaljon. Szóval bepöckeljük neki. Így szépen bedurrancsuk neki itt a ínyeit, így. Nagyon szépen. Így szépen megdurrancsuk. Nehogy itt mondjon nekünk szép szavakat. Elküldjön még itt a kurva anyjunkba, érted? Menjünk neki? Neki megyek én. Ezt összehúzzuk. Nagyon szép.
és ilyen szájföltöltésem volt ez a csávó, azt kell mondjam. Jó, akkor most meg vagyunk. Ilyenkor jön a szemkapszula. Szemkapszulát behelyezzük ide a bácsinak. Szépen. Mert az aztán mutogatni fog ez a geci. Így, kezeit nem tudjuk lekötni? Alright. Hát annyi történt, hogy újra kezdtük a helyzetet, Balos. Szóval, igen, és akkor most jönnek a nagy vágások. Itt kezdődnek a problémák. Itt volt a fekete geci, nem? A szemes. Most. Balzsamozó folyadék. Még nem. Jó, ilyenkor történik valami amúgy. Már rájöttem, hogy akárhánc van ilyen villódzás, akkor így valami megjelenik. Csak biztos, hogy észrevesszük. A kurva anyját. Jó, akkor most összeszedjük a szarokat. Kell nekünk egy ilyen. Fenomalecsebelé, azaz, oda. És kell nekünk egy olyan, hogy... Ez mi ez? Nem ez a fehérítőszer, azt mi nem kell használnunk, a fehérítőszert. Kell nekünk glugluglu. Glugluglut is belehelyezzük ide, nagyon gyönyörűen. Itt van ez a szar. A humektans, azt is belehelyezzük ide, írni. És még kell nekünk oda néztatát. Nagyon jó. Kell nekünk egy metanol. Hol volt a metanolunk? Elfelejtettem. Azaz. Metanol. Metanolt is belepasszintom ide, és még ugye ez a geci szentelt víz is kell nekünk. Itt nagyon szexuálisba. Nem tudom mi volt ez, nem érdekel. Bassza meg. Hála Isten, nem láttam. Balzsamozó régas, írni. És kezdődjön a bemetszés. Nagyon, amúgy gyorsak kell lenni, hogyha minél lassabb vagy, akkor szar vagy? Akkor jönnek a démonszkik? Vagy hogy van ez? Jó, ezt is visszük. Vittünk kést? Vittünk kést, azt hiszem. És ugye itt van ez a cső. I'm missing something. Á, fasz hoztam magam a kurva életbe. Jó, hozzuk a kis kést. A kis kés itt neki-e? Na figyelj ide, Stól András, most bemetszés fog végezni a nyakadon, egy második puncit fog rád rakni, oké? Okay? Így. Nagyon szépen. Itt be lehet durrantani ide valamit. Azt mondja először is, artéria csipesse, kitágítom a lyukat. Így, és aztán a PVC csővel szépen bekábelezlek. Hogy így nagyon jól legyél most itt nekünk. Na, most jöttünk a drogtanyára nagyon szépen. Ezt már tudjuk, hogy mi fog itt történni. Marika ki fog nőni a vízből. Na, azt mondja, hogy mi történik? Kell vinnünk a drogos szarunkat. Ezt a te. Ja, még fölveszik a telefont. Hello, szia! Madárlakás, úgy szintén. Ja, igen, most ez, és akkor most jön a víz. Blügy, blügy, blügy. Megjelenik a bácsi. Milyen jó, hogy ezt tudjuk, amúgy így sokkal jobb, hogy tudjuk egészen. És amúgy, hogyha újra visszük a játékot, srácok, ezt most kérdem. Hogyha most újra visszük a játékot, akkor új dolgok vannak? Vagy ugyanezek a skriptek vannak? Ez egy fontos kérdés. Hogy ugyanígy történik minden? Csak akkor más lesz a démon? You did this to me. It's all your fault. Jó, most ez a szemes kurva. Mi a meghalt a chat, vagy mi a fasz? Nem tudom, mi történt, semmi baj. Megkapcsoljuk a porszívót. Ja, megkapcsoljuk a porszívót. És most a porszívózás után volt meg az, hogy mutogatott a csávó, nem? Előtt. Ahogy kiporszívóztuk a csávót, akkor így mutogatott, hogy hát nem. Ha jól emlékszem, mert pont indultam volna szappan ér a fűtésodába. Na, és akkor most kéne mutatni egyet. Mutassál, fiam, arra fölfelé, hogy arra menjek. Tolassak bele a ujjadba. Nem? Most nem mutat? Kapcsolja be a szivattyút, távolítsa el a csöveket, és zárj.
Ja, hogy be kell zárnom még a bemetszés, lehet, hogy ez a problémája, hogy még izé, hogy még szelel. Érted? Plasztikai sebész mesterfokon vagyok, csak mondom. Jó, és most... De... Állj, srácok! Beszéljetek már hozzám! Most mi van? Most hogy nem ugyanazok a dolgok vannak? Na ez az, most ezt kérdem, hogy most hogy nem ugyanaz van? Vagy most időben vagyok jobb, vagy ez most mi? Mik ezek a firkák? Mindenként kirajzolok egy faszt, vagy mi? Jó, most akkor... Most elmegyünk azért a tisztítószerér. Ja, azért nem vittem magammal ezt a szart. Jó, hogy ez full random. Ja, nem is kell az a szar. Igen. Az amúgy jó, hogy kiszámíthatatlan. Ezt valaki becsukta. Jó napot kívánok. Szépen itt elhaladunk balra. Így. Ezt magunkkal visszük. Így. Nagyon jó. Ezt megtöltsük. I can't use that here. I can't use that here. Mi? I already have one of those. Sáckában nem kell betölteni a szappant? I can't use that here. Miért nem tudom betölteni ide a szappant? Ezért nem tudom betölteni a szappant? A szappant. Jó, forduljunk meg, elmondó vagyok. Nézd bele a tükörbe! Hajolj bele a faszomba! Mondd nekem, hogy labamba! De most... I can't use that here. Ja, hogy ez kül nekem, bazd meg. Ja, vártok már én most már... Elbasztam. Elbasztam a sorrendet. Hülye vagyok. Hát te hogy nézek bele? De a izé kis zacsike. Jó, összekevertem. Ez kell nekem. Faszomat nem tudom tartani. Ezt el kell dobnom a faszomba innen. Rosszat hoztam el. Most kellett volna oda mennem, bazd meg. Csába. Valaki rám zárt ott ajtót, érted? Így, azt mondja, infúziós tartályos geci fasz. Jó, és akkor most... Töltsön meg egy MT-t, blablabla, majd helyezze be a... Ja, most kell kiszipulyoznom a izét, a gyomrát neki. Azaz. Figyelj le, barátom, ez picit fájni fog, oké? Okay? Picit fájni fog! Bemetszést tartunk itt most, itt szépen megnyomkálom neked egy picit. Betőtlek most. Mint a töltött pulykát, most megtőttünk karácsonyra tégedet. Itt szépen ilyen gyomormetszéseket végezünk rajtad, meg ilyenek. Amúgy mi történik ott a tükörben? Annyian mondjátok azt a tükröt. Tuti valami nagy ganéság, mi? There we go. Oké. Na most kell tisztítószerbe, az most megint vissza kell mennem oda a kurva életbe. Persze, meg kéne nézni mi. Nagyon rafináltak vagytok, tik? Tik. Trrr. Jó, most nem megyünk sehova, mert most izé van. Agybaszás. Most járkál ez a kurva, ilyenkor. Hogy nem? Itt ült fönt valaki. Itt ült fönt valaki, bazd meg. Csak pont nem néztem oda. Eskü láttam. Jó, most kell ez a tisztító szar, de szépen bejövök. Így, né. Elveszem ezt a szart. Így, né. Ebben megtörtsük. Így, kitolatunk. Ilyen nagyon szépet. Visszajövünk. Azért, mert így voltam-e. Így voltam, és láttam a bal szemem sarkában, hogy volt ott. Na, kitisztítsuk ezt a szippantót. Na most milyen fura, hogy ez most tiszta máshogy van ez most. Most nem kezdettem mutogatni ez a fasztalisztja.
Ez nagyon érdekes. Nem lesz semmi a belenézet, persze. Figyelj, széthúzom neked a lyukamat, ha belenézel, nem lesz semmi. Elhiszed? Jó, meg kell simizni. És ott volt? Butcher, ezt most megnézem. És tényleg ott ül, bazd meg, smiagol a kurva anyját? Mondom, ott van, öcsém. Kibekkeltem a kurva anyját, tudtam, hogy ott van. A mocskos mindenit. Jó, megyünk megsimizni ezt a bácsinak arcát. Elvettem ezt a szart most. Na gyerünk. Nagyon tiszta lettél, szép lettél! Lecsukták a lámpát. Jó, most haza kell vinni őtet. Haza kell vinni a hűtőbe, oké? Haza kell vinni most a hűtőbe a bácsit. Szépen berakjuk a helyére. Semmi baj. Szóval hazavisszük a bácsit most a hűtőszekrénybe, és most Curtis következik, srácok, a harmadik, aki egyszer már kiszök. Na. Oké. Semmi baj. Hol volt a helyed, buzi? Stól András. Így. Jó, visszaviszem a kurvát. Nem, velem nem baszik ki, megnézem, milyen jelei vannak. Szekrény alatt. Na, lesz mit visszanéznem, bazd meg. Jó, ezt most visszatöltjük ide. Így, né? Na, gyere, gyere, Tereza. Szeretnél velem jönni, te büdös kurva. De nincsenek ilyen démoni jelek, srácok. Hát nem fogom tudni megfejteni ezt a szart. Sehol nem ég el ez a szar, érted? Tereza, nyugodjál meg a kurva agyát? Vagy hogy hírak? Jó, most velem jössz, megvizsgálom a testedet, hogy itt történtek-e dolgok? Kukucskát! Szekrény alatt! Na látok, megnézem ezt a klipet, bazd meg. Mi a fasz? Hol? Hol, srácok? Esküszöm, látom még a klippen se. 20 másodpercnél? Én még most se látok semmit. Melyik szekrény? A jobb oldali? Jaj, a jobb oldali szekrény! Azt a kurva! Aha! Jó, most már értem, most már láttam. Hát nem baj, legalább így. Nagyon szép. Így van, Macko Alsó, hogy elmondták a srácok, ez a lényege. Így. Na, most Terezát megkutakodom, hogy van neki jelek ezen a büdös kurván. Mert ugye ezt majd itten megdolgoztuk.
Ez már volt rajta ez a jel, nem? Nem tered a lesz, bazd meg. Esküszöm.